A 67 éves múltra visszatekintő Statisztika PSC június 30-án megszűnik létezni a jelenlegi formájában. Ez így elsőre elég szomorúan hangzik, de a jövő korán sem ilyen borús. Valaminek a vége egy új dolog kezdete, tartja a mondás. Na, a Statisztika esetében ráadásul az új dolog gyakorlatilag megegyezik a régivel, hiszen a klub fiatal pingpongosai maradhatnak a jelenlegi edzőik keze alatt. Továbbra is az Ormai csarnokban eszhetnek, és még a legendás Statisztika nevet is átveszi az új klub. Ez a klub ez tulajdonképpen a Magyar Leány Utánpótlás Akadémia, amelynek működését a szövetség biztosítja. A Statisztika önmagában egy érték. Én így definiálnám azt, amit a Statisztika név alatt értünk. Érték a múltja, érték a hagyománya, érték a magyar asztalitani sportban elvégzett munkája, a múltban és a jelenben is. Itt nyilván a női utánpótlás nevelés tekintetében van jelentősége ennek az értéknek, és a mi feladatunk szövetségi és klub szinten, hogy az értékeinket megőrizzük. Ennek megfelelően a Statisztika mint érték megőrzésre kerül, és remélem, hogy a jövője az a múltjához hasonlóan fényes és virágzó. Ami bizonyos, hogy a szövetség eltökélt abban, és a Statisztika mostani működtetéséért felelős szakemberekkel erről megállapodott, hogy a jogi hátteret biztosítja a szövetség, és nyilvánvaló, hogy ennek a jogi háttérnek a működtetése, illetve biztosítása mellett a pénzügyi feltételek biztosítása élvez még prioritást ahhoz, hogy ez az érték a szakemberek bevonásával folytatott utánpótlásnevelés az ökönömentesen tovább éljen és folytatódhasson. Ezt a két feladatot a szövetség vállalja, jogilag, szervezetileg és pénzügyileg megteremti annak a feltételeit, hogy ez a munka, ami a Statisztika keretében évtizedek óta folyik, ez tovább élhessen, és lehetőleg előrelépjünk szakmailag az utánpótlásnevelés tekintetében, hogy méltóak lehessünk ahhoz a múlthoz, amit a Statisztika képvisel. A Statisztika edzői gárdájának egyik oszlopos tagja Olá Zsuzsa. És ez így maradhat a jövőben is. Igen, én szeretnék tovább dolgozni ezekkel a gyerekekkel, ugyanolyan szellemben, mint ahogy eddig a Statisztikában dolgoztunk, illetve ahogy minket neveltek, tanítottak itt a Statisztikában. Próbálom ezt továbbvinni, és remélem, hogy az elkövetkezendőkben is Magyarországnak a legsikeresebb utánpótlás nevelő klubja leszünk. A női válogatott korábbi sikerkapitánya, Fülöp István nem vállal szerepet az új érában. Az edzők nagy részét marad, én nem maradok. Én befejezem az edzői munkámat, azzal, hogy a Statisztika befejezi. A többi edző az reménykedem, hogy mindenki megmaradhat. A játékosokban is én reménykedem, hogy minden játékos megmaradhat, de egyébként a legtöbb játékos valamilyen válogatottnak a tagja, vagy a felnőtt, vagy az ifjúsági, vagy a serdülő, illetve most alakult egy reménységek keret, annak a tagja. Tehát abban a programban, tulajdonképpen a szövetségi programban ők beilleszkedtek már idáig is, tehát nekik olyan borzasztó nagy változás nem lesz, egyszerűen ugyanebben a teremben fognak edzeni. Szintén távozik az idény végén Fejős Anna, aki a korábban megszólaltatott szakembereknél jóval kevesebb időt töltött a klubnál, ám így is szívébe zárta azt. Nagyon szeretem ezt a klubot, ugye 4 éve vagyok náluk, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat köszönhetek az edzőknek is, a csapattársaimnak is, megtanultam csapatban dolgozni, sokkal jobban tudok csapatban dolgozni, és hát igazából minden sikeremet nekik könyvelem el.